kettő fi Sándor, füstbe ment terv. Egész úton hazafelé azon gondolkodám, miként fogom szólítani, rég nem látott anyám. Mit mondok majd először is kedve, szépet neki, midőn bölcsőbe ringattá, a kar teljeszti ki. S jutott eszembe számtalan szebbnél szebb gondolat, még állni látszék, bár a szekér szalad. S a kis szobámba toppanném, röpül felém anyám, s ott csükte majkán szótlanul, mint a gyümölcs a fán.